A Dínos Sport híradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Kiss László, a Vasas egykori legendás 33-szoros válogatott csatára. Szervusz! Üdvözöllek! Beszélgettünk már az ebbe a futball szezonban egyszer-kétszer, mindig érintettük a Vasas, mert azt nem lehet kihagyni. És úgy néz ki, hogy eldőlt, a Vasas marad a másodosztályban. Mert ugye már csak tegyük gyorsan hozzá, csoda kellene, de nem is tudom milyen csoda, hiszen ugye ha a Mezőkövesd most ki is kap és a Vasas nyer, pontarány megegyezik, viszont a Mezőkövesd mind a kétszer megverte a Vasast, és 8 góllal jobb a gólarágya. Tehát... Eldőlt. Eldőlt. Szomorú vagy? Nem. Erre számítottál? Hát... Vagyis ez benne volt a pakliban? Én másképp fogalmazni. Én már évekkel ezelőtt, a Vasasban is ugye dolgoztam utánpótlás szinten, felnőtt szinten soha, mindig valahogy úgy képzeltem el, hogy a Vasasban mindig berobbantak bizonyos tehetségek, és azt lehetett látni, hogy gyakorlatilag nincsen egy olyan tőke, nincs egy olyan tőkeerős valami mögötte, amiből lehetne újra mondjuk így, hogy fényezni azt a Vasasnak a kardját. Ezért én valahogy úgy képzeltem a Vasas jövőjét, hogy azokban a fiatal gyerekekből, meg azok, akik máshol fölnevelkednek, de esetleg Budapesten, de mint klubban, de esetleg nem találják meg a számítást, nem tudnak oda, de tehetségesek, azokat össze lehetne gyűjteni, és lehetne egy ilyen Vasas utánpótlás nagyon jó csapatot csinálni. Erre egyébként abszolút megvan az esélye, és ezt most a Vasas gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy meg is tette. Én nem vártam tőlük ezt a teljesítményt, tehát én úgy gondolom, hogy a második hely, ha meg lesz, akkor is az egyértelműen egy kiugró sikernek számít, még ha másodosztályról is beszélünk. Semmiféle feltétel gyakorlatilag nem adott jelen pillanatban. Egyedül talán az utánpótlása, amely megfelel egy, sőt, abban, hát most nem tudom, hirtelen végig kellene gondolni, hogy hány NB1-es egyesületnek nincs olyan jellegű utánpótlás, ami neki megvan. Azon kívül viszont az anyagi és az egyéb vonatkozásokban is azt lehet mondani, hogy ő kevés ehhez az NB1-hez. Meg kell itt erősödni. Ha majd egyszer lesz pénz, akkor azt úgy kell elindítani, de a mostani alapokra ez kevés. A tulajdonos meg van elégedve a vezető edzővel, és közölte vele, hogy továbbra is ő marad a csapatnál, mint vezető edző. Én őt nem ismerem, megmondom őszintén, és nem is láttam nagyon sok mérkőzésüket, de volt, amit láttam. De nekem még néha olyan furcsa húzásai vannak, bevallom őszintén. Egy győztes meccs után 4-5 embert lecserél, és mások lesznek a kezdők, vagy időnként mondjuk a jobboldali középpályást az balbeknek teszi. A lényeg az egyébként, hogy hát lehetnek ilyen húzások, hogyha ez bejön és működik, a csapat sikeres, akkor az természetesen az edzőnek is sikert hoz. Innentől kezdve elmondhatja a tulajdonos, kérem, második helyezést értünk el, egy szétesett Vasasból összeépítették. Azért azt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sok saját neveléses labdarúgója van a Vasasnak. Tehát azért... Az jó. Ez abszolút jó. Ez inspirációt adhat a magunknak, az ifistáknak, hogy így mondjam, az utánpótlásnak, de magunknak, azoknak az edzőknek is, akik ebben dolgoznak. Még egy gondot elé még csak szakmázzunk. Először a Vasasnál akkor azt mondod, elindult valami. Tehát lehet, hogy jól döntött a tulajdonos, és azt mondta, hogy a Berger úr akkor maradjon, mert valami valóban elindult, és a következő bajnoki szezonra ki fog csúcsosodni? Nem érek benne, tehát egy kicsit nagyon kívülről figyelem ezeket az események, vagy nem annyira, amely mélységéről én most tudnék úgy tényleg érdemben nyilatkozni. Nem tudom, hogy ez mennyire, hogy mondjam, a kényszer szülte,
Bár egyébként mindegy ám, hogy mi szülte azt az egészet, és mennyire tudatosan próbálják felépíteni ezeket a gyerekeket, és azon belül természetesen a csapatot, hogyha ez egy tudatos dolog, én úgy gondolom, akkor akár még a volt vasasok is, a nézők is büszkék lehetnek a csapatukra. Ha a másik oldalról, hogy nincs pénzünk esetleg jobbakat vásárolni, hát itt ma olyan számok röpködnek, hogy mennyibe kerül az NBA-t, azt nem is csodálom, hogy esetlegesen nem tudják úgy előteremteni, akkor is azt lehet mondani, hogy most a Vasas megtette a dolgát. Ebbe következő év jóval nehezebb lesz, ezt mindannyian tudjuk, az átszervezés miatt ugye egy NB2 lesz, és innentől kezdve annak is lesz egy rangja. Nem tudok más mondani, mint azt, hogy ha jól emlékszem, mondjuk egy Franciaországban a párizsi kettő darab csapat nyert, ha jól tudom, bajnokságot, ugye egyik a Paris Saint-Germain, azt mindenki tudja, a másikat talán el is felejtették, az a Red Star, ugye? De a Red Star él, időnként harmadosztályú, időnként másodosztályú, és arra várnak, hogy egyszer ugye olyan pénznél valamiért oda összpontosuljon olyan lehetőség, akkor ők természetesen élni fognak ezzel a lehetőséggel. Én úgy gondolom, hogy Vasasnak most ez az útja. Vasasból lehet előbb-utóbb egy másodosztályú csapat, ez csak. Én azt mondom, fel fog, tudom, de... Fel lehet rá készülni. De igen, is fel kell rá készülni. Fel, mert... Vagy bonyos abban bízni esetleg, hogy most a vidéki városok meg fognak gyengülni, mert ugye most azért a Debrecen most nem is úgy játszik, mégis ott van Videóton, ugye Győr. Hát, hogyha a sport egészét nézzük, ugye az kivonult Budapestről, ugye az egyértelműen látszik. Ez én úgy gondolom, hogy egyébként magának a futballnál az ellenkező hatást értelmi, hogy mindenki kivonult, tehát a kosárlabdától kezdve a kézilabdáig, igen, tehát a mondjuk itt a magyaros sportágak kivonultak, vagy éppen a jéghok, és stb. Azt lehet mondani, hogy egy kicsit utat engedtek jobban a futballnak. Ugye? Tehát most egy szponzoráció és egy dolgokra gondolok. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért itt érdekes dolgok lehetnek ezzel kapcsolatban. Ugye a szövetség az MLS alkalmazásában dolgozó. Igen. Mit tudsz erről a 12 csapatos NB1-ről, amit ugye Csányi Sándor felvetett? Mert ha ezt bevezetik, akkor még nehezebb lesz visszajutni a Vasasnak. Hát így van. Ugye gondolom, hogy itt is azért van egyfajta pénzügyi gondolkodásmód. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen természetes dolog. Tehát mint ahogy hasonló adottságokkal rendelkező európai országok, itt gondolok elsőben Ausztriára, Svájcra, ugye ott is azért egy hasonló rendszerben működnek, tehát nincs 16 csapatos. Ez úgy nálunk egy kicsit ez a 16 olyan, hát úgy, mint hogy mindenki úgy emlékezne, hogy ott mindig így volt. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy ez ennyivé váljon. Tehát 12 az hogy az most jó. Ez 12, itt inkább gondolom van egy olyan félelem, akár egy MLS vezetésében, de akár az emberekben is, hogy azért, hogy úgy mondjam, ne legyenek ezek az egri megoldások. Tehát, hogy akik nem odavalók, azok ne induljanak első, tehát ez egy rettenetes állapot. Hát igen, tehát ezért... de kit idézzük meg akkor rettenes állapotnál, hogy a Vasasról is ilyen hírek terjengenek. Hogy a német tulajdonosnál elfogyott már januárban a pénz, és az egyik német játékosnak az édesapja próbálja életbe tartani a csapatot. És Vasasról beszél most, nem egy vidéki csapatról. Igen, ezek a hírek is ugye eljutottak, így van. Ott viszont van egy normális utánpótlás, tehát amire valamilyen formában lehet építeni. Jó, csak építeni. Hát ez sem állapot, és, előző, ja, nem, ugye, és ugye tudjuk, hogy előzőleg ugye kocsiban aludtak a Vasas labdarúgók az előző tulajdonosnál, tehát ugye mert nem tudtak albéletet sem fizetni, és megint a Vasasról beszélünk csak, tehát lehet, hogy Vasas jobb, hogyha NB2 azt tudja hozni, és akkor nem járunk úgy, mint ahogy az Egerben. Hogyha ettől fél az MLS, hogy... Így van, tehát ugye egy Egerben ott semmi nincs, tehát
Tehát most azon kívül, hogy valaki odavitte egy csapatot, mert azért nem lehet ezt másképp fogalmazni, mint az, hogy, hogy volt egy tulajdonos, aki vett 20 játékos, nagyon egyszerűsítettem természetesen ezeket, de sem úgy utánpótlásban, semmilyen vonatkozás, sem stadionban, semmiben egyszerűen nem üti meg azt a mércét, ami NBA-es, és ez problémás. Szóval Vasas esetében én ezt mondom, még abban az időben még a Markovics Lacinak is mondtam, hogy föl kell készülni arra, hogy nem lesz pénz. És viszont pénz nélkül, annyit mindig pénz nélkül időzőjelben persze azért, mindig össze lehet szedni, hogy egy normális másodosztályú klub. Tehát, na most innentől kezdve az egész filozófiáját meg kellene változtatni a Vasasnak, mert ugye ő is teljesen logikusan, mint Vasas sportvezető, azt mondta, hogy az nem lehet, mert a Vasasnak nem ott a helye. Ez odáig rendben van, de a realitások más mutatnak. Ha viszont mi el tudják adni, hogy ez angyalföldi ez a csapat, akkor az egy kicsit, én úgy gondolom, hogy az egy kicsit más lenne. Tehát mint ahogy a Ferencváros mondjuk így, hogy az országé, mert ez az igazság, tehát ez nem, hogy Újpest mondjuk így, hogy az újpestieké, mindegy, hogy mi a tulajdonos, de ott van. Tehát angyalföldnek ezt kellene meglovagolni, ez az én véleményem, hogy egy ilyen kis lokálpatriotizmust belevinni ebbe az egészbe, a maga kis helyszínével, körülményeivel, lehetőségeivel, gazdag kerület megoldással, ameddig bírja, ha kell, MB2-be. És innentől kezdve, ha több pénz lesz bármilyen formában, lépjünk előre. Miért van az, hogy nem igazából válnak be a futballcsapatnál a tulajdonosok? Mert most már zsinórban ez van. Hát, ott a Vasas elnökének is van ebbe egy kis hibája, tehát ő is követett el hibát. Valahol ő is ott van és tárgyal velük, még hogyha mindig azt mondja, hogy 99%, nem tudom hány százalék az övéké, tehát ő nem szól bele, de... Hát nem hiszem, hogy a mindenkori Vasas elnöknek olyan nagy beleszólása lenne. Igen, csak hogy mindig ilyen tulajdonosok jönnek. Hát most én nem akarok senkit megbántani, hallottam mondjuk menő tulajdonosokról is rossz híreket, hogy így mondjam, de ez nem az ő dolguk. Az, hogy ezek... Én inkább most fordítsuk meg, vagy inkább beszéljünk másról, de ugyanarról. Volt ez a BL döntő, sajnálatosan utaztam és nem láttam. De a Beckenbauernek olvastam most egy nagyon érdekes nyilatkozatot, most azt hallottam a tegnapi Nemzeti Sportban volt benne, hogy kik a tulajdonos, és azt mondják, hogy 50% fölé senkit nem engednek, mert abban a pillanatban, hogy a tulajdonos egy személyben átveszi a hatalmat, és ő dönt mindenről. Ugye, eladja, veszély, mit tudom, azt csinál, amit akar, hiszen többségi tulajdon. Tehát mindig maga a klub az, amelyik a többségi tulajdonnal rendelkezik. Hát Magyarországon ilyen nincs. Én úgy gondolom egyébként, hogy bizonyos vonatkozásban a régmúlt időben, hogy így mondjam, a klubok jobban működtek ilyen szempontból. Tehát olyan sportvezetők kerültek oda, most azt mondja a tulajdonos, hát most nem, ez az edző, ez most nekem nem tetszik, stb. Hát most görgessük tovább, és mondjuk a Vasas felé. Edző kérdés, ugye? Hát folyamatosan leváltják, most teljesen mindegy, hogy most Pápa, most egy meccsen, hát most egy kicsit vicces, ugye? Igen. De legyen így, hát a tulajdonos úgy dönt. Na most abban az időben, hogy az Ilovszki Rudi bácsinak meg lehet nézni az eredmény rajstromát. Ha Rudi bácsit az alapján ítélték volna meg, hogy az első évben ő az adott szakaszban, hogy így mondjam, oda került a Vasas, vagy többször volt első éve, hogy így mondjam, a harmadik évben mindig megnyert a Vasas, az első, nem az első évben, a harmadik hónapban már rég kirúgták volna az öreket. Már bocsánat, hogy így, hát, ugye jó viszonyban voltam vele. Tehát állandóan, de nem, azt mondta, dehogy is, hát dolgozik, hát tudjuk, hát ő nagyon jó edző, hát majd, és így is történt. A harmadik évben megnyerték a Vasas. Hol van már ilyen türelem? Hol van már ilyen hozzáállás? A klubnak volt, sportvezetők dolgoztak benne, kialakult rendszerek voltak. Én most úgy érzem, hogy egy kicsit a tulajdonosok döntenek olyan dolgokban is, ami ezt nem biztos, hogy értem. Újpesten viszont látod, türelmesek. Még hogyha papíron most ugye Kozma lesz a vezetőedző, de marad továbbra is, ugye hol pályedző, hol vezetőedzőként dolgozó belga tréner, ott legalább kitart. Nem, tulajdonos. Nem tudom, igen, azt tudom, hogy nagyon kevés játékosuk maradt, mert most már most igen. Elkezdték a kirúgdosást. Egy darabig
ugye én ismerem, sőt, én elsősorban inkább az utánpótlásokat ismerem Budapesten, és többek között az UT-t is, ahol most elképesztő mennyiségű gyerek sportol egyébként, talán soha nem volt még annyi. Abban az időben azért onnan is jóval több tehetség jött ki. És valahogy most úgy veszem észre, hogy ott most kicsit kevesebb a tehetség. Na most nem azért, mert oda nem születnek, vagy oda rosszul dolgoznak mondjuk így az utánpótlás dolgok, hiszen rendben vannak ők, hanem ők nem léptek abban a fajta, hát most már azt lehet mondani, hogy harcba bele, amiben a többi hát akadémia gyakorlatilag, vagy egyesületnek az akadémiája belelépett, és innentől kezdve ugye elhappolták azokat a gyerekeket, akik értéket képviselnek. És én úgy látom, hogy ebből nekik problémájuk van, ezért nem jönnek ki tehetség, folyamatosan vásárolniuk kell, bejött egy külföldi tulajdonos, nem tudom, mennyire volt tisztában ezekkel a dolgokkal, rengeteg külföldi játékost hozott, de aztán kiderült, hogy akik ott nem kellenek, azok itt se annyira kellenek. Szóval ez tehát felnőttem, nem látok bele ennyire. Na mindegy, hát letisztul a kép, de ő már megígért, hogy jövőre sem lesz ütőképes az Újpest, legalábbis. Ez fel. Legalábbis ezt megmondta. Nem tudom, az Újpest szurkolók mit szólnak ehhez. Nem, tehát, nem tudom. Még az most már nem nagyon járnak és nem nagyon szurkolnak. Ki is mennek, hátat fordítanak a pályának, de a tulajdonos nem izgatja különösebben, úgyhogy minden marad a régiben. Az egy jó PR fogás volt, hogy végül is egy ex-Újpestit úgymond kinevez a prolicenses papírja miatt vezető edzőnek, mert ugye csak erről szólhat a történet, mint tudjuk. Igen, de ha így lesz, az meg egy kicsit olyan szomorú is, nem? Tehát, Pécset hogy, is hogy, így hogy... van, tehát... Há, és hogy megmondta, hogy Elbert Gábor is, ugye, ezt a paragrafus engedi. Világos, akkor... van, értem. Én csak az ember ugye a kollégájának, aki együtt dolgoztam mondjuk a Kozma Pistával, és mondjuk én nagyobb szerepet szánnék. Legfeljebb nem sikerül, vagy mit tudom én, tehát egy adott sikert, amíg az előbb arról beszéltünk, hogy hogyan váltják le egymás után, ez olyan, nem tudom, olyan sógorkome, haverság, tehát itt úgy néz ki, vagy nem tudom, tehát nekem ezek olyan furcsa dolgok, tehát oda is tesszük meg, nem is innentől kezdve az embernek egy ismerősöt, egy barátját, vagy nem kap semmilyen lehetőséget, legfeljebb pénzt. Igen, nem vettem Kovács Zoltán ezt a hírt úgy kommentált, hogy nem mond inkább semmit, hajrá Kozma, hajrá Újpest. Így van, hát azért rukkoljunk nekik. Hát így azért van, ennyi, de nem akart diplomatikusan állást foglalni. De hát mondom, lehet, hogy a belga tulajdonos látja az utat, és lehet, hogy 3 év múlva már bajnokcsapat lesz Megyeri úton. Most mit mondjak, 3 év legyen inkább Angyalföldön, tehát azért, jó, tehát okay. Azért maradjunk abban, MB2-ben. Hát először MB2-ben. Igen, hát egy biztos, aki jövőre megnyeri mondjuk az MB2-t, az egy erős csapat. De most már második hely is jó lesz viszont jövőre. Aki fölkerül, akkor mind a kettő, hogy így mondja, az biztos, hogy egy jóval felkészültebb lesz, mint én szerintem, hogy most egy-egy fölkerül a Kelet-Nyugatról. Naphíre egyébként, hogy a Szivics Diósgyőrben folytatja nyártól, elköszön Pakstól. Mit szólsz hozzá? Engem meglep, tehát akármennyire is. Úgy néz ki, hogy a Szivics, hogy időnként ugye hazánkba téved, majd külföldre megy, majd visszajön. Szeretik, egyébként úgy hallottam a játékosok is, tehát ezzel nincs különösebben gond. És néha ki is jön neki a lépés. Így van, tehát eredményes is. Valami olyan érzésem van vele kapcsolatban, hogy ez a Paks nem az ő közege volt. Nem, igen. És vágyik valami olyanra, ami én úgy gondolom, hogy a Diósgyőr az egyik, hát hogy fejezzem ki magam, ott, hogyha én most fiatal lennék, én ott szívesen futballoznék. Tehát most nagyon olyan kevés hely van Magyarországon, ahol el tudnám képzelni 20 évesen mondjuk a fejemmel ott a kezdőpályán hazai környezetben magamat. Még a Videóton sem, nincs nézője, tehát ez nekem nem tetszik. És a Fradi az, amelyik ugye
mondjuk így, hogy ráadásul feljövőben van meg egy csomó ígérete, pályával, stb. Tehát ő ott rendben van, ott alakul, igen. Így van, de én azt mondanám, hogy talán, és Győr is őszintén, tehát azért gyönyörűen megnyerték ezt a bajnokságot, és fele annyira nem ünnepeltek, mint a Verebes idejében, tehát azért, mert ott a játék is más volt. Igen, tehát igen, igen. Kicsit. Na, de ne ezekről beszéljünk, hanem Diós Győrről, ott azért csodálatos közönség van, amely feldobja az ember. Most nem pénzről beszélünk, meg és hol fizetnek, kit érdekel. Akkor, amikor az ember a futballpályán lehet, ugye? Igen, igen. Most innentől kezdve nekem ez egy csodálatos dolog lenne, hogy Diós Győrbe. Tehát én el tudom képzelni, hogy a Szivics esetében is, ő azért nagyon jól ismeri most már ezt a magyar közeget, hogy azért ő egy nagyon kellemes helyre mehet, mert hogyha ott eredmény lesz, őtet vállukon viszik le a nézők, igen. Mert Pakson meg nem volt, aki levigye a vállát. Meg mondani. Lehet, hogy önök az anyagi feltételek, hogy megint lehet egy kiugró vidéki eredményt elérni. Így van. Így viszont van. Akkor ugye ugyan most még nem ő lesz az edző Diós Győrben, de akkor lehet, hogy a Diós Győriek megtátosodva most hétvégén ugye megverik akkor a Pápát? Hát ez egyébként is benne van, hogy így mondjam a na jó, csak most a, ugye, a parkliban. Ugye csúnya hát játékkal kikaptak Pécset, tehát. Hát borzasztó volt, hogy a tizenvalahányadik másodpercben, én értem, de egyszer nekem is sikerült egyébként, de az Dunaújváros ellen sikerült akkoriban. Nagyon nagy fejvertény, hogy így bizony eldől a mérkőzés. Tehát, hogyha a 11 másodpercben gólt rúg az ember, ott olyan szíves fölénybe keveredik, főleg, hogyha mögötte van csak egy átlagos tudás, és az ellenfél sem olyan acélos, akkor ez rendben van. Hát most innentől kezdve, ugye most mire utalunk erre a nagyon érdekes, mondjuk így, hogy kiesési harcra, mert még 4 héttel ezelőtt még én is úgy fogalmaztam, ugye hagyjátok már, hát ez nem létezik, ezt nem lehet megcsinálni, mert a Pápa az véletlenül is nyer, de a Siófok pedig ennyi bravúra nem képes. Hát ez most már megfordult. A Pápa igenis mindig ki tud kapni, a Siófok meg igenis, hát középmezőnyben tudna végezni, hogyha nem lett volna az a gyenge ősze, hogy így mondjam. Úgyhogy most a kérdés csak az, nem az, hogy Pápa mit játszik Diós Győrben, mert mindenki mondja az országos egyes, tehát az nem is kérdéses. Mi lesz az Újpesttel? Képes-e az Újpestet megverni? Hát, mert neki viszont nyernie kell. Most én azt mondom, hogy ez most mint játékosként megpróbálok gondolkodni, jó? Tehát nem lesz könnyű, mert azért eltett már ugye 30 év, de 20 biztos. A következő van ilyenkor, ugye, amikor, tehát most először lesz a Siófokon egy teher. Én úgy látom, vagy úgy gondolom. Úgy kimegyünk, hogy ha ezt most megnyerjük, akkor bent maradunk. Na most idáig nem volt rajtuk teher, még Pápán sem, hiszen mi? Hát a Pápa előttünk van bőven. Igen, jó lenne már, hogyha akkor mi megközelítjük, de hát tulajdonképpen olyan felszabadult játékot, és megmondom őszintén, hogy időnként jó futballt is csinál. Most én nem azt mondom, hogy a sok passzra épülő Barcelonát idézik, de egy magyar viszonylatban egy viszonylag pontosan játszó, olyan stabilnak tűnő csapatról van szó, amely megtalálja maga kis gólocskáit, és onnantól kezdve szervezettségével biztosítja magának azt az eredményt, amivel jelen pillanatban ott tartanak. Tehát ezt elviselni viszont, most ezt a terhet, ha el tudják ezek a játékosok viselni, akkor, hát én nem is tudom, hát lemegyek én is a karcsihoz, aztán külön kezet fogok vele. Útközben találkozok Balaton partján. Hogy oldanád meg, ha most te lennél a karcsi helyett vezetőedző? Mit mond a játékosoknak? Az utolsó 2 nap nincs edzés, pihenjetek, készüljetek rá, vagy keményebb munka. Ugye ő egyes hírek szerint eljátszott, bevitte az öltözőbe a pénzt, ezt fogjátok hazavinni, tehát meg is mutatta fizikálisan nekik a pénzt, hogy ez lesz, ha bemaradtok. Hát, tehát ez a történet már lecsengett, tehát látták a pénzt, tehát nem arról van szó, hogy ígérgetés. Te mit csinálnál? Hát mondjuk pénzt nem mutogatnék, mert nincs is jelentősége, tehát jó, hát most egy csomó játékos most már, hogy mondjam, előtérbe került, hogyha nem ott, akkor tudjon folytatni máshol. Tehát önmagukért megküzdöttek ezek a játékosok. Azt, hogy közben a Siófokot is megfelelő szintre vitték, az egy másik téma. Tehát ez nem. Én azt mondom,
hogy igen, hát hogy nagyon megdolgozni nem kell már egy bajnokság végén, mert nincs jelentősége. Én inkább a szabadságolás mellett döntenék. Tehát én de ez egy edzői, hogy mondjam, elképzelés, vagy akár egy hirtelen döntés is. Tehát azért ott kellene ebben lenni, benne kellene egy kicsit élni ebbe az egészbe. Egy verebes tudnám mondani, hogy az mit csinál. Az lehet, hogy azt mondta volna a pápa után, hogy gyerekek, jövő héten meg van ez az Újpest, vagy kivel játszunk, vagy nem is tudom már, hogy hívják őket. Figyeljetek, majd ott találkozunk, jó, előtte akkor 2 órával legyetek ott. És ez Verebes tudott ilyet mondani, ugye? Tehát egy kicsit olyan le is becsülte az ellenfele, de ezáltal önbizalmat adott. Tehát én inkább az ő pártján állok, na most körülbelül most 100 edzőből, meg a másik 50 mindjárt szid engem, hogyha ezt látja ezt az adást. De én ennek a híve vagyok, felelősség le, hát csoda, amit tettek, gyerekek, hát innentől kezdve nem vagyok, kikaptok. Hát ott egy arról, és akkor mi történik? Semmi. Na hát kíváncsian várjuk, sajnos időnk lejárt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Sajnálom, ilyen gyorsan ment az idő. Majd legközelebb folytatjuk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. További sportosat.